Tisztelettel köszöntöm a háttérkép nézőit, meg a bogárt, meg a borost. Szevasztok! Hello. Jó estét, sziasztok! Annak itt nekünk mindenféle témáink. Szeretve tisztelt Csurka Dóri, szerkesztő kisasszonyunk összeírta nekünk, hogy miről beszéljünk, de én akkor is mással fogom kezdeni. Ugyanis a mai napon megjelent, vagy legalábbis hozzám ma jutott el, a Főtér című erdélyi honlapon egy egészen fantasztikus írás. Ráadásul egy román szerző tollából. Egy bizonyos Trajan Ungureanu. Ungureanu, mint Ungurea. név, az ugye oh, nem magyar rossz, 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 De egy sült románról beszélünk. A helyi viszonyok, ez egy román Európa Parlamenti képviselő egyébként, és a helyi viszonyokat ismerő barátom azt mondta, hogy ez a Traian Ungureanu, ez gyakorlatilag ha be kéne lőni ideológiailag, akkor valahol ott a Tamás Gáspár Miklós környékére e, tenni. Azzal a különbséggel, hogy van benne valami józan paraszti két lábbal a földön állás, és valahogy ösztönösen az élet áll. Mondjuk szemben a <coughs> TGM-mel. Ez a népnemzeti TGM. Igen. <coughs> És ez az ember írt egy, egy, nagyon hosszú publicisztikát, ami megjelent ezen a bizonyos főtér.ro honlapon, én most már föl is raktam a saját blogomra, Orbán Viktorról gyakorlatilag a, az újabb kétharmados győzelem kapcsán. Most az, hogy teljes egészében megvédi Orbánt, hogy lehúzza a keresztvizet a szocikról, meg a lipsikről. Ez egy dolog, nem is ezt fogom idézni. De van egy megállapítása, amit szeretnék veletek megosztani, ami viszont egészen mellbevágó, majd mindjárt rá fogtok jönni, hogy miért mondom ezt. Tehát Trajan Ungureánul a következőt írja egyebek mellett ebben a bizonyos írásában. Azt is mondani szokták egy pápai enciklika bizonyosságát lekőröző hangon, hogy Orbán Putyin embere. Időközben nemrég napvilágra került dokumentumokból bárki megtudhatta, hogy Németország Oroszország kedvéért vezényel le egy Európa ellenes orgiát. Az EU versenyre és energiára vonatkozó törvényeit nem laoszi, hanem pontosan német nyomásra dobták gyakorlatilag súdba. Ugyanezen okok miatt az EU hetente indít támadásokat az amerikai szörnyek ellen, a Google-tól az Amazonig, de hirtelen amnézia sújtja, ha a Gazprom monopóliuma kerül szóba. Németország a kulisszák mögött megállapodott a Gazpromos gentlemanekkel, és 200 dollárt fizet az orosz gáz minden ezer köbméteréért. Lengyelország, Magyarország és az oroszok kezére adott más kelet-európaiak abban a kiváltságban részesülnek, hogy 350 dollárt fizethetnek. Olcsóbban is lehet, de ezért a Gazprom a nemzeti elosztó hálózatok átvételét kéri. Ha Orbán Putyin embere, akkor az orosz baráti igazolványt borítékban küldték neki, a borítékot pedig vezetéken keresztül Németországból. Eh, eléggé súlyos szavak ezek, és hogyha a számokat nézzük, én most megpróbáltam utána nézni, a helyzet a következő, valóban a lengyelek 350 ér veszik ezer köbméterenként a gázt az oroszoktól, és a németek tényleg 200 ér. Kettő között 350, 50. 150 dollár van. És mi is valahol 300 és 250 között? Azért mondjuk, mindjárt kapásban ugyan nem tudom megmondani, de egész biztos, hogy nagyságrendi különbség van a vásárolt gáz mennyiségében is. Tehát azért Németország, nem Magyarországgal, azonos mennyiségű gázt vesz. Ez csak, csak pusztán a elemi szintű közgazdaságtan, tehát azért a törzsvásárlóknak szokás bizonyos kedvezményeket adni, hogyha valaki stratégiailag 50-szer annyit vásárol valamiből, mint egy másik vásárló, akkor azért a között lehet, lehet akkor is különbség, hogy nem ne ennyi. Nem feltétlenül, ja, persze. 10 a... esetleg, 15%. Na minden esetben mit szóltok el, drágám? Hát ugye a helyzet a következő, azt hiszem, mit az ideje majd, hogy következő adás is, megint egy kicsit az energiapoliszira rászállunk, annál is inkább, mert az ügyben meg elég rendesen zuhálva lettünk, hogy Paks, meg Áram, meg egyéb, hogy arról beszéljünk, hogy ez a gázügy most olyan fordulatot vett már, hogy mintha Európa szempontjából egy orosz-német díl lenne csak. Ugye az első északi vezeték már elkészült, a másikat vígan csinálnák, miközben a déli áramlatot pedig ekkora kanyarfúróval fúrták meg, szerencsétlen bolgárokat belevitték a gyalázatba, ugye nem adták ki az építési engedélyt, ezért biztatási kárért ról, jól lemeszelte őket a, a, bíróság, és a déli országcsoport, vagy közép-európa is, mint mi, meg egyéb más ország, bent vagyunk a Samasztikában, mert hát az Ukrajnán átjövő vezeték, hát ugye az van, de olyan nagyon a jövőben nem számíthatunk rá, tehát nem szeretnék én úgy járni majd, hogy Németországba két vastag csövön megjön a gáz, aztán majd ott a németek megveszik 200 azt ők adják nekünk 350-ért tovább, vagy aztán 500 utána ért, meg... Vagy 500. Vagy, vagy 500. Jár, vannak itt még ötletek, úgy látom. Vagy 500-ért, és hát őszintén szólva, ugye az, hogy a az Európai Unió tolja mindig azt a szöveget, hogy liberalizálni kell itt a piacot, nem lehet állami semmit, nem lehet az árakkal, se, az mind annak a, az előszele, ami itt vezeték fronton már megtörtént, meg amit a igen kedves felek egymás között már megsutyorogtak. A Churchillnek rengeteg érdekes mondást tulajdonítanak, nem is biztos, hogy tőle származik, de ez valószínű tényleg tőle származik, amikor többször is, több kritikus történelmi pillanatban nyilatkozott úgy, hogy őfelsége kormányának nincsenek barátai és ellenségei, csak érdekei vannak. Tehát azt uh, ennek a térségnek, legalábbis az elmúlt néhány száz évben, illet volna felismernie, már mint a, tér, a, köztes Európa, tehát a mindenkori nagy nyugati birodalom, mert legalább ezer éve így van, több mint ezer éve, hogy van egy nagy nyugati birodalom, meg van egy, időnként kettő, Ettől oszmán keleti. török, vagy még több, mondjuk keleti birodalom, és ez a köztes Európa, meg hát lényegében érintettük többször ezt a kérdést, egyfajta puffer zóna, amelynek valahogy egy, egyensúlyoznia kellene, és ráadásul meg Kell birkózni azzal is, hogy nyilván a két nagy birodalom mindig mindent megtett, ha ne tett volna, ami mindent adnak érdekében, hogy az meg és uralkodj alapon a térség népeit és nemzeteit egymással szembe próbálja kiátszani, illetve hogy azt a végzetes illúziót keltsen be, Trianot is ennek köszönhetjük. Izgalmas lenne meghallgatni a szerző véleményét erről is, mármint arról, Angola. arról jó, rendben, persze, csak ugye most a századik évfordulóhoz közeledve azért most már, most már végül is mindenki szembesülhetne az a románok, szlovákok, mindenki hogy Trianont is, és mindent, minden pusztítást ebben a térségben kizárólag annak köszönhetjük, hogy a térségnépei ugrottak is ennek, és mindig abban bíztak, hogyha ők egyéni díleket, akármilyen gátlástalan egyéni egyességeket kötnek akármelyik birodalommal, akkor ők megúszszák. Mondjuk Románia esetében mostanában aztán nem lehet nem észrevenni, hogy kézi veszélye. Viktória Nulan sokkal jobb pozícióba jutott, mint helyettes államtitkárként, mert, mert a függetlenül attól, hogy semmiféle beosztása Nincs, mégis kézi vezérléssel egész Vezér, egy Aki egész országot, a kalitkába De a még egyetlen dolgot, hogy azért akárhogy is nézzük, most a következő birodalmak akarnak ebben a térségben mindent. Az Európa birodalom, és azon belül a né negyedik német birodalom, ez mindjárt kettő. Az orosz birodalom, ez ugye adódik, az amerikai világbirodalom, ez teljesen természetes, és azért, hát akárhogy is nézzük Kína, szóval mondjuk lehet azt mondani, szóval mindenfélét lehet mondani, meg lehet keménykedni, de azért az, hogy Kína most már lassan körülbelül másfélszer akkora kereskedelmi forgalmat bonyolít le a világon, mint az amerikai Egyesült Államok, tehát, és azért általában az szokott a világúra lenni az 500 évben, aki a kereskedelmet uralja. Tehát kinám. Szóval kapásból legalább öt birodalom van benn, és aki, aki itt hosszan akar kormányozni, hosszan és sikeresen akar kormányozni, annak egyfelől az öt birodalom érdekei között, és a megosztott térség, a változatlanul megosztott térségben, ugye azért a v és a v belül is azért a lengyeleknek sem egészen az az álláspontja, különböző okok miatt éppen Oroszországhoz. A románok, illetve a déli országoknak, Bulgárián, megint más okokból nem egészen, tehát a Balkán is megosztott, tehát részben az öt birodalommal, részben pedig a térségen belül kialakuló legalább három hatalmi csoportosulással kellene folyamatosan olyan egyességet kötnie, amely az adott nemzet számára úgy biztosít hosszú távú stratégiai egyensúlyt, hogy közben hát alávaló módon azért nem, nem megy szembe olyasféle együttműködési hozadékkal, mi azért a térségben Bilágos. is egyensúlyt teremtene? Azt is írja ez a jó ember egyébként, a kérdésedre válaszolva, hogy Orbán ma Európa legnagyobb formátumú és legjelentősebb politikusa, írja ezt egy román liberális, akinek jelentősége többek között ott érhető tetten, hogy a nagyhatalmak által évszázadokon át mindig sikeresen egymásnak ugrasztott közép-európai népeket képes volt összefogni, és egyébként talán ideje lenne a románoknak is rájönnie, hogy hol a helyük. Mondom, megdöbbent az érdemes végigolvasni. A... A... Én, én is örömmel és... tapasztalom, hogy vannak ilyen hangok. Csak és, úgy... és még egy részt szeretnék felolvasni, mert különösen aktuális, egy tegnapi eset kapcsán. Így folytatja a szerző. Persze ott van még Orbán antiszemitizmusa. Egy olyan országban, mely német jószolgálatok segítségével, de helyi eszközökkel szorgalmasan igyekezett megszabadulni a zsidóktól. Azt azért látni kell, hogy a zsidó vendéglőkre, zsinagógákra és múzeumokra ma Brüsszelben és Párizsban vigyáznak fegyveresek, nem Budapesten. Progresszista barátainknak nem tűnt fel a különbség, hisz lefoglalja őket az első palesztin bokaficam miatti tüntetés. Tehát azért ugye meglehetősen egyértelmű szúrás ez azoknak a, most akkor itt hosszú jelzőket tudnék sorolni, de hogy az antiszemitizmus kérdését miért hoztam ide? Ugye nyilván értesültetek róla, politikóban, ugye most jelent meg, a 200 soros valaga körüli értelmiségének a nyílt levele, amelyben ugye rettegésüket hangoztatják, hogy Magyarországon tombol az antiszemitizmus. Közöttük nem Miközben Franciaországban kitelepült Igen. 60 ezer zsidó. Jó, közöttük nem valagát, ahogy Arany János <laughs> a így Pontosan. Tehát ezek a sötét ocsmány gazemberek, akik most az újabb győzelem után úgy gondolták, hogy valamit muszáj csinálni, hát akkor mit csináljunk? Hát vegyük egy kis antiszemit. Az, az már van. régen volt. Mindig van. Abban az Európában Orbán Magyarországát, ahol, hát ahogy a román szerző is utalt erre, ugye nem nálunk előrizni az zsinagógákat, meg a zsidó éttermeket, a zsidó iskolákat, nem Magyarországon vegzálják a zsidó gyerekeket, muszlim gyerekek, meg verik meg csak az éme zsidók, nem Magyarországon gyilkolnak meg bestiálisan zsidó öregasszonyokat, és gyújtják rájuk a lakásukat, csak azért, mert zsidók, hanem mondjuk Párizsban. No, nincs antiszemitizmus. Há persze, hát persze. Ez egyértelmű, nem? És akkor ez a 200 szemét láda, ez nyílt levélkét irogat a politikóban, hogy mi vagyunk az Egy az nyílt szemét. levélben, bocsánat, egy nyílt levélben mi is felhívhatnánk arra a most már azért szabad szemmel is észlelhető, a 200 ember számára is észlelhető összefüggésre, hogy ma a legmélyebb antiszemitizmus a zsidóságon belül tapasztalható. Mert Soros György netanyahu tekinti antiszemitának, Netanyahu <laughs> és meg Soros, is, györgyet. Ez a Soros Györgyet. Tehát először mi. Nagy tisztelettel arra kérnénk, de tényleg mély történelmi tisztelettel a zsidóságot, mármint a globális értelemben vett zsidóságot, hogy lenne szíves először ő maga tisztázni ezt, majd ezt követően a széles nyilvánosság számára világosá tenni, hogy a zsidóságon belüli brutális antiszemitizmus oda-vissza. György Péter ezért írhatta annak idején, mikor itt volt a Netanyahu, hogy ennyi Izrael ellenes zsidót és Izrael barát antiszemitát még nem látott egyszerre Budapest. Tehát nem a, ez nem a mi problémánk. Tehát először nem. először, tehát nem, illetve ők akarják ránk tolni, hogy ez a mi problémánk, de ez a zsidóságon belüli probléma, ha úgy tetszik a globális zsidó birodalom, amit Soros György képvisel, és az ezzel bátran szálló, az ezzel bátran szálló, nemzet, szálló, nemzetállami, nemzetállami zsidóság, száll. amelyik még észnél van, és pontosan tudja, hogy Európában a halál várja, hogyha Soros György minden álma Igen. teljesül a És onnét el kell jönnie. Én egy kicsit a román ügyhöz szeretnék még hozzá tenni pár mondatot, mert azért kérem, vegyük tudomást, hogy az utolsó 150 év arról szól, hogy Romániában, ami ugye hát 150 éve sincs még, hogy összejött né? a kiegyezés után, az a fajta értelmiség, legyen az bal vagy jobbod akármi, de román érzelmi. Szóval az, az azért egy minőségi hogy mondja a magasabb rendűség, valljuk be őszintén, ugye Gogától kezdve, ugye ismered, te, te sokkal jobban ismered ezeket a dolgokat, mint Let én, hogy szó. miket, Let hogy légyen miket légyen írogatott Goga annak idején, vagy, vagy amikor vagy minket megidomítottak kulturálisan. Na, kérem szépen. És tessék, azt mondod, hogy egy TGM-szerű pacák, azért vannak nagy minusok. Ők a nemzeti érdeküket mindig követve csináltak maguknak a semmiből országot, mi pedig, a, nemze a, a, a mi elitünk, és tegyük hozzá, nem idegen elit, magyar elit egy része, pedig csinálta jó nagy országba egy picikét. Szóval azért ezt tegyük hozzá. Na most azért érdekes ez, mert érzek ebbe egy vékony mesdjét arra, hogy ilyen közép-európai ügyekbe talán ott is egy kicsit a széljárás megfúj. Mert ugye ezek például nagyon félnek, most hallom az román államelnöknek a sipákolását, hogy amerikaiak még több puskát meg rakétát rakjanak oda, mert a románok az oroszoktól mérhetetlenül be vannak trittyantva, jogos félelem, mert nem régi az a fájdalom, amit ugye a román hadsereg egymillió fővel okozott annak idején a Szovjetunióban. Csak ennyit erről. Erre érdemes figyelni. No, akkor most jönnek Csurka Dóra anyagai. <laughs> <laughs> Ugyebár tíz nap múlt el vagy tizenegy a választások óta, és hát egy héttel a választások után már is utcára tódult a, az ellenzék, Eh, hogy tüntessen. Egészen pontosan nem tudnám megmondani, hogy mi ellen, de tüntetnek, meg most is fognak tüntetni. Mindenek előtt, mielőtt beszélünk erről, javasolnám, hogy nézzünk meg egy rövid kis filmet erről a bizonyos múlt vasárnapi, Tűntjük vagy szombaton ki. volt, múlt szombati tüntetésről. Szombat, vasárnap volt az eredeti dátum, a Szombatra, szombatra áttették, igen. Nézzük. Mi vagyunk a többség skandálta a múlt vasárnapi választás elsőprő Fidesz-KDNP-s győzelme ellen tüntető tömeg az operaháznál. A Facebookon meghirdetett demonstráció résztvevői az operaháznál gyülekeztek, majd nemzeti színű, uniós és árpátsávos zászlókkal, illetve transzparensekkel meneteltek a Kossuth tér felé. A tüntetéshez több párt, köztük az MSZP, a DK, a Jobbik és a Momentum is csatlakozott. A parlament előtt már parti hangulatban folytatódott a demonstráció. Majd beszédek következtek. A tüntetés kezdeményezője szerint a hatalomnak addig fontos a lakosság, amíg behúzza az X-et. Drága uraim! Amikor egy nagyon megnyert választás után a vesztesek kitódulnak az utcára. Még egyszer mondom, hogy tüntessenek, egészen pontosan nem tudom megmondani, hogy mi ellen. És ezen a tüntetésen láttuk is, együtt vonul Gyurcsány Ferenc, a Gábor, meg Tolockai László, akkor nekem nem tud nem eszembe jutni a rendszerváltás hajnalának az a emblematikus pillanata, amikor egy SDS nevű politikai formáció, mely ehhez a mostanihoz hasonlóan képtelen volt elviselni és feldolgozni azt, hogy az első szabad választásokon a nép úgy méltóztatott dönteni, hogy nem őket juttatja hatalomra, akkor mindent, de magát a rendszerváltás étoszát is lecsulázva, ez az SDS nevű formáció egyszer csak úgy döntött, hogy kiereszti a politikai karanténból ugye az utótpártot, az MSZP-t, és mivel barna eső hullik jelszóval, tehát hogy nácizmus tombol az országban, ezért karta mozgalmat kell összehívni, és egyszer csak azt láttuk, egy-másfél évvel az első szabad választás után, hogy a egy barna más. eső ellen és a demokráciáért együtt sétál az utcán az SZDSZ teljes vezérkara Berec Jánossal. Az elképesztő antikommunista SZDSZ, az elképesztően, <gül> antikommunista <gül> Na, SZDF, az elképesztően az nem politikai antikommunista Berec Na most volt ebben egy emblematikus pillanat, mondjuk az én szempontomból duplán, mert nem csak azt mutatta meg, hogy kik ezek, kik ezek az alakok, hanem is, mint ugye ez volt az a pillanat, amikor a Fidesz elveszítette a liberális értelmiség szeretetét és jó indulatát, mivel nem voltunk hajlandók aláírni a karta nyilatkozatot, és nem mentünk az utcára demokráciáért tüntetni a Berec Janival. Ekkor lettünk fekete seggűek. igen. És mondták, hogy a papírkosárból lett a fidesz, majd oda és, vissza, akkor, és akkor most intézem hozzátok a kérdést, az egész kapcsán, mit gondoltok az egészről. Továbbá egy kicsit azt is szeretném föltenni kérdésgyalánt, hogy láttok-e pár huzamot a között, amit én elmondtam, karta kapcsán, és a között, hogy most még egyszer mondom, Gyurcsány Ferencsel toszul az Andrási úton, az állítólag rettenetesen radikális Tolockai László, meg a Vona Ugye az a, az a egyezőség, hogy nagyjából a törzs az ugyanúgy kívülről van szervezve, mint akkor, csak hogy akkor már az SDS teljesen szervezve, pártként, mindenféle jelszavakkal, készen, pénzzel rendesen Most meg most kezdik szervezni, ez letakarodott a pályáról, valami új alakulat kellene, és azért vegyünk észre dolgokat és vegyünk észre ebből feladatokat is. Elég sok fiatal arcot lehet látni. Egyetemistát nemrég érettségizettet, és itt lelkesen tapsikának, jobbra-balra. Nekem ez az az üzenet, hogy a soros háttér ide tervezett, elég szépen beépülgettek ide oda amoda elsősorban a fővárosi oktatási intézményekbe, elsősorban a humán típusúakba, bölcsészkarra, jogi egyetemre, közgáz egyes helyére, bizonyos középiskolára, és már, már rendelkeznek itt, jó rész budapestiekből, kisebb rész vidékiekbe egy 25-30 ezer fős, mozgatható kis akciócsoporttal, amire természetesen most nem az van, hogy a pártok mennek és ezek csatlakoznak, hanem hozzájuk csatlakoznak a pártok. Ebből valamit szervezni akarnak, ez készülődik az egyértelmű, jó lesz erre odafigyelni, meg hát a teendőket, a, a munkát el kell végezni, amit a előző kurzusokban nem tettük, tehát a oktatási rendszerünkbe, a, egyáltalán a kulturális irányításba az egy kicsit más szellőknek kéne fújdogálni, és hogy nem bánnám, hogy egy kicsit orkán erejűvel nőnének ezek a szellők. Laci de részben már egy héttel ezelőtt is tehát ugye közvetlen a választások után meg, meg hát tulajdonképpen áll a mai műsort is elképzelhető hogy a következő beszélgetéseinket is azért annak szenteljük hogy ennek a globális vízhangját is már mint a választások a magyar választások globális vízhangjáról is beszéljünk és ezen uh, elmerengve azért a legelső helyen mindenféleképpen azt kellene említenünk, azért mondjuk ki, mert nem tettük meg a múltkori alkalommal, akkor legalább most, hogy a globális tőke struktúrák egyrészt egyértelműen Orbán Viktor győzelmét várták, de nem, nem úgy, hogy azt valószínűsítették, várták. hanem többször egyértelműen világossá tették, hogy számunkra itt alapvetően... És egy distinkciót. Alapvetően azok, akik berendezkednek itt tartósan és alapvetően termelés közeli dolgokba. A másik brigád, a spekulatív, pedig azáltal, hogy a Nemzeti Bank a Luffy-ból Luffy kihúzta a dugót, hát nem sok mi keresni. Ők valószínű. nyilván nem szeretik. Hát a Nemzeti ö... Bank ott tűnne még simorol az azért, élén, Na, az nem más. Tudom, lenne. mert azért az, hogy például tavaly minden idők legnagyobb profitját kaszált a, a globális pénzhatalmi rendszer itteni ágenseit jelentő bankok, körülbelül 700 milliárd forint volt a adózás utáni nyereségük, és ez minden idők legnagyobb nyeresége. Én nem úgy lá... Jó, ez, ebben, ettől még elképzelhető, hogy, Engedj, hogy meg, 3 három várnának. Hadd szól, csak a... meg az időt. Persze. Ez, Ez több, ugye, mint a, az, az... a, bankadók előtti így nyereség. Van, így van, így van. De, de, gyakorlatilag ugye nagyon olyan törvényeink vannak a bankszektorban, amik ha kell túltartalékolást engedélyeznek a várható kockázatokra. Nagyon kedves kis törvénykék, ezen is érdemes. Na most azokat a tartalékokat a részbe fölszabadították, mert nem jöttek be azok a balhék. Ez is oka annak, hogy pro nagy profitot tudtak kimutatni. Pont, majd meglátjuk, hogy az jó, idén, persze, hogy... így van, de én, szóval nekem, jó, akkor érintsük még ezt a problémát, szóval nekem elég egyértelműnek látszik az, hogy tehát a meghatározó, tehát a Magyarországon meghatározó igaz, globális tőkes struktúrák az. nem egyszerűen azt valószínűsítették, hogy Orbán Viktor, az, hogy győz azt, Egyértelmű volt, hogy kétharmaddal győz, hanem egyértelműen ezt várták. Úgy tekintenek erre, mint annak a stabilitásnak, annak a stratégiai partnerségnek, ahogy ugye ezeket az van. egyességeket hívják. Na most ez, ezt többször érintettük az elmúlt években, ez jelent meg például abban is, hogy ugye pf, egy népszabadság pf, így tűnt el. Na most azért ne vicceljünk. Tehát ha a globális tőkestruktúra nagyon fontosnak tartja az övéit itt, és azt a kétségtelen nagy erejű véleményhatalmi komplexumot, amit a népszabadság mondjuk még öt évvel ezelőtt is, meg pláne tíz évvel ezelőtt jelentett, akkor nincs az a pénz. Tényleg nincs az a pénz, amiért tök mindegy, hogy mennyire veszteséges üzem, üzemelés technikailag, hát most kitérdekel. Egyébként is egy papírlapú, alapú orgánummal már mindenütt veszteséges. Egy Washington Post is veszteséges természetesen, de hát ezért az nem jelenti az, hogy Jeff Bezos a maga 110 milliárd dollárjából nem szám mondjuk évente 2 milliárd dollárt azért, hogy azt a veszteséget, amit egyébként a Washington Post okoz, ellensúlyozni tudja azzal, hogy van egy olyan szócsöve, ami azért enyhén szólva úgy látszik többet ér neki, mint évi 2 milliárd dollár, amit beletól a Washington Mert Post. azzal keres, további... Hogy... De az, de az hogy a világot meghatározó tőkestruktúrák és véleményhatalmak számára nem csak, hogy nem volt fontos a népszabadság fenntartása, hanem a lehető legegyértelmű módon jelezni, hogy semmiféle érdekeltségünk abban, hogy továbbiakban ilyesféle vélemény hatalmi. Most ezen lehet nyaforászni, mint ahogy teszik oda, hogy ah, milyen szörnyűség egyebe, és lehet lamentálni, meg reklamálni, csak akkor tessék oda menni. Tehát akkor, akkor nem itt kellene az okát ennek keresni, már mint azoknak, akik elégedetlenek ezzel, hogy ma már nincsen a népszabadság, meg egyéb okokkal is, és elégedetlenek ennek a választásnak az eredményével is. Ezt két helyen kell keresni. Az egyik a vidéki magyarok, ezt érintettük. Tehát a belső ok az, hogy ebben, a, ebben az országban még azok is, akik nem is feltétlenül tartják jónak a Fidesz-hosszútávú uralmát, de azt mondják, hogy ez az egyetlen dolog, ami itt stabilit, különösen ebben a helyzetben, amikor ilyenek az ellenfelek, amely itt számomra értelmezhető stabilitást tud biztosítani. És azért egy olyan nemzet, ezt sose felejtsük el, aki az elmúlt 500 év során azt érte át, mint a magyar nemzet, azért nem kell annyira csodálkozni azon, hogy a magyar paraszt 500 éve reflexként vésődött bele az, hogy az a 200 év, ami mondjuk Mohácstól, nagyjából 200 év Mohácstól a, a Rákóczi szabadságharc végleges leveréséig, meg a rendhelyre áll, állításáig tart, ami ugye majdnem 200 év, hogy közben mindenki ebben az országban sose tudta, hogy amikor este lefekszik, akkor reggel még egyáltalán életben lesz -e ő vagy a családja. Ezt nem is tudjuk felfogni, hogy mit jelent 200 éven keresztül úgy megtartani. Az, hogy ezek után a biztonságra, a stabilitásra, a hosszú távú kiszámíthatóságra, ezért lehet mucsaizni, meg mindenfélét el lehet mondani a magyar társadalomról, de azt, hogy a saját jól felfogott stratégiai érdekeit követi, azt alig ha, és valójában ezzel kéne összekötnünk, csak azért itt sok kényes mozzanat volt, itt be is fejezem, de ezzel kellene összekötnünk a globális hatalmi rendszernek is a stabilitás iránti igényét. Tudnélik, azért ő innen nem csak állandóan profitot akar kivinni, hanem azt akarja, hogy stabilitás legyen, mert hosszú távon sok profitot meg kamatot kiszivattyúzni ebből az országból, folyamatos permanens polgárháború közepette azért elég macerás volna. Tehát bármilyen megdöbbentő, először az elmúlt 200 év Először akár érdekegyesség, stratégiai érdekegyesség, vagy legalábbis valamiféle díj alakulhatna ki a meghatározó, a magyar társadalom meghatározó elemei között, és a globális pénzhatalmi struktúra között. És ez megint azért mondjuk ki, és nyilván a szerző is ezt ismeri el, ez legfőképpen Orbán Viktor. Teljesítménye. Még akkor is, hogyha értelemszerűen sok szerencsés mozzanat is kellett persze ahhoz, hogy, hogy ez így sikerüljön, de összességében egyre inkább, és igaza van, nem feltétlenül kedveli Orbán Viktort, de azért ismeri el, hogy Európa legnagyobb formátumú politikusa, mert ezt eddig, az elmúlt 200 év, mondjuk Rákóczi óta, ebben vagy 300 év óta, ebben az országban senki nem tudta véghezvinni. Szécsényi is, okay. úgy tetszik, csak kísérletet tesz rá, bele is bukott szegény. Hát, ahogy az angol szokta mondani, to tell a long story short, a helyzet az, hogy belenyugodtak a nemzetközi befektetői közönség, hogy az a váltás, ami Magyarországon mondjuk a rendszerváltás után volt hosszú ideig, amikor a típusú tőke szabályosan lerabolt bennünket, mert amit betett, meg amit kivitt, az baromira nem volt arány, Hát azt, bocsánat, a... ebben, mert említettük, a német és a francia állam cinkosan is, közrejátszott. Természetesen, mindenki bent volt ebbe a buliba. kapcsolatban Mindenki persze. bent volt ebbe a buliba, tehát egy milliárd dollár tettek be, az 22-vel tartóztunk, és nem tudom, még 150 milliót költ volna vissza. Az most úgy alakult, hogy az ide berakott tőke, hozadékot hoz rendszeresen Magyarországnak is. Ha más, nem a munkaméreket, a munkabérek járulékát, meg azt, hogy termeli az exportbevételt, és meg lehet szabadulni az államdevizadósságait. Ez a hozadéka. Őnekik még mindig tele van a zsebük, ezért boldogok. Ez történt. Ezt most már lenyelték, háttérbe szorultak azok, mert nem látnak esélyt, tudnék, az intézmény ennek a Finánc kizsákmányolnak a hazai kulcsintézménye, a Magyar Nemzeti Bank, valamint a rá, mint hogy mondjam, éhes malacok rácsatlakozó Magyarországon már a rendszerváltás előtt megalapított vérszívó kisbankok eltűntek. Nincs esély. Továbbiakban nincs esély. És akkor ami ne, nem esélyes, az nagyon nem érdemes. E, hát, hogy visszacsatoljunk kapkoló. a tüntetéshez, a kedves tüntetők ezeket az összefüggéseket azért célszerű nem tudja. volna, hogy először. Hát a jelek szerint nem, nem nagyon lehetnek tisztában vele. Ugyan? De tegyük mindjárt hozzá, hogy hát a, a legfinomabban, a azért a legfinomabban fogalmazva is az az ideológiai moslék, ami most ezt a társaságot ott egyébként még az is elképzelhető, hogy a lelkében komolyan is gondolja, hogy hogy mindaz, ami érő küzd, az, az valami nemes és felemelő cél, de ebből az ideológiai moslékból, ami itt összejött, eleve nem is jöhet ki olyan narratíva, tehát olyan elbeszélési mód, ami egyáltalán ehhez hozzá tudna szólni. Ettől hát, nem kell. Aztán jó, rendben van, így van, de azért még részben, hogy Imrének adjak igazat, arra viszont valóban figyelni kell, ez nem akut veszély, de a következő 10-15 év legfontosabb kihívásává válhat, hogy azok a fiatal nemzedékek, akik most belépnek 20 évesen a politikai közösségbe, azok nem csak hogy nem rendelkeznek értelmszerűen a korukból adódóan a rendszerváltás hajnalának azokról a folyamatairól, ahol azért a magyar nép is lassan észlelte, mert először így másfél millió szavaztak az SZDSZ-re, és csak a végén ment le ez, mint 300, 300 ezerre, körülbelül, ami, ami egyébként 90-ben. Ezek a felületek volna. el vannak takarva, fiatalok. Az a szágyal. gond, így van, sőt, helyette egy hihetetlenül vonzó paraván van ott, amire csodálatos látványtechnikai, oda vannak vetítve, most mindenféle csodák, és ezért kellene, tényleg, utolsó mondat, ezért kellene szellemi értelemben. Orbán Viktor számos nyilatkozata azért szerencsére erre utal, hogy a következő években, reméljük legalább nyolc évben még, viszont döntően erre kellene összpontosítani. Tehát arra, hogy a felnövekvő nemzedékeknek a világon semmi, egy úszlötnek minden vicc új, tehát a világon semmiféle előzetes tapasztalatuk nincs arról a pusztításról, amit az SDS végig itt, és ezért örömmel hullam a karjaiba, hullhatnak a karjaiba, ez, mondom, nem akut veszély, tehát 5 perc múlva fog bekövetkezni, de hogy a következő 15-20 évben rendkívüli veszélyé válhat az, hogy felnövekedhet egy olyan nemzedék, aki az áramvonalasított szuper új sds eknek amelyek rendkívül nehezen lesznek felismerhetők, mert közben azért szofisztikált technikákat találtak ki. Jó, szóval ez egy nagyon-nagyon ez fontos kérdés, és jó lenne, ha rendszeresen érintenénk a beszélgetéseink során, mert ez magától nem fog megváltozni ahhoz az egész szellemi rendszert, az akadémiától, az oktatási rend, kulturális rendszeren keresztül, az egyházak működésén keresztül bizony nagyon kényes, kényes kérdéseket Ilyen. kellene újra gondolni. Egy, Egy dolgot mondanék, mondatim. hogy például, nagyon röviden megint, például a mai fiatalság egy jelentős részének az a szó, hogy hazaárulás nem mond semmit. Emlékszünk még ősi magykó, meglepet képére, pedig vén róka már, amikor a székely ufjak hazáruló, hazáruló szózattal fogadták Erdélybe, nem is tudta, hova tegye. Na most a fiatalok még inkább nem tudják. Egy ilyen együttműködés sorosféle társulatokkal egy ilyen egzisztenciális dílnek, vagy adott esetben egy jó üzleti fogásnak magasabb szinten gondolnak, nem arra gondolnak, hogy ezzel Magyarország adott esetben őrült hátrányokat szenved azért, mert ők közreműködtek valamibe Magyarország érdekei ellen. Tehát náluk ez az érdek definíció hiányzik. Ezt el kell tudni magyarázni nekik. Már egészen alapszik. A Fidesz alapítók közül te voltál, az egyetlen, akinek legalább rossz érzései voltak már 88-89-90-ben is azzal kapcsolatban, hogy vajon az igyekeztél elnyomni, és nyilván hittél, és őszintén hittél abba, aztán mikor jöttek a sokkoló élmények, de azért ez a beismerés azért nem ártana, hogyha szélesebb körben jelen volna, és a, ennek a fiatal nemzedéknek például elmesélnéd, most már a veterán Zsocza a fiataloknak szépen elmesélni. Gyerekek, bizony, állat, bizony tesszük. én is átéltem azokat a folyamatokat, ez... amikor látvány technikailag hihetetlenül lendületes jelszavok Persze. is, akár még akár hihető is lett volna, aztán később saját bőrömön tapasztalta Bilágos. meg, hogy mennyire nem azok. Hát nézzük meg a látványtechnikát egy országon kívüli friss ügyben. Ugyebár Donald Trump, akit mi mindannyian vártunk, nekem egyre furcsább dolgokat csinál. Na, nem abban a szegmensében a történetnek, ami miatt a lipsik meg a egyebek gyűlölik, nem abban. Egy másik szegmensben, nevezetesen most éppen például Szíria megbombázásában. És azért gondolnám, hogy erről ejtsünk szót, mert ha már a látványtechnikáról van szó, meg arról, hogy vetítsünk paravánt, miközben a paraván mögött a legnyersebb, és a legaljasabb, és a legundorítóbb önérdek és zabálás vezérelt hiénák osztoznak a koncon, Hát ebbe tartozik sajnos Szíria megbombázása is, de akár ide hozhatnánk a Skripál ügyet, ugye ezt a meg, meg, Putyin megmérgezi a volt kettős ügynököt, de nem otthon, otthon, otthon Szibériában, megvárja, míg kimegy Londonba, és mindjárt olyan méreggel, Lapos ami kúszása, gyakorlatilag egy közülés. névjegy, hogy mi voltunk, be, de ugye ezzel kezdve. De ahogy Aszadnak is miután győzött, mert hogy mindenki elismeri, pont utána csinál olyan dolgokat, amelyik pont szembe viszik azzal a... Tehát abszolút és logikus. Arról nem beszélve, kis tegnapi hírecske, és akkor ennek fényében próbáljunk meg egy kicsit beszélni erről az egész szírügyről, meg a meg a bombázásról, tegnap azért úgy megirogatta a sajtóna, nem a 444, meg nem a HVG, meg nem az Index, de azért kiderült, micsoda meglepetés, képzeljétek el, hogy az állítólag Szíriában használt vegyi fegyver, egész pontosan a szaringázhoz. elengedhetetlenül szükséges egyik komponenst tonna számra, Belgium szállította Szíriába. Oh. És a megdöbbentő módon a belga vám és pénzügyőrség minden gyanús helyre, polgárháború sújtotta övezetbe irányuló szállítást tételesen átnéz, hogy mi van a konténerekbe. Valahogy az pont nem tűnt föl neki, Dej. hogy tonna számra megy, idegméreg Szíriába. Dej, de pedig amúgy figyelmes szokott lenni. Ja. És akkor, amikor az ember elolvassa, hogy az tényleg, gyerekek, az Európai Unió szíve közepéből szállítanak idegmérget Szíriába, majd állítólag asszad megbombázza a saját népét, majd felszállnak az amerikai harcigépek együtt az angolokkal, meg a franciákkal is, elrettentő csapást mérnek a szemét asszadra, aki vegyi fegyverekkel bombázza a saját népét, ezt a láncolatot összerakod, és akkor elmondhatod nyugodtan, hogy na, elmegy mindenki a jó büdös anyjába. És, és megint azt hiszik, hogy az egész világ komplett hülye. Hát a feleleglábban. Gyerekek, de eljátszották húsz éve ugyanezt. De hát irakban, a nagy Hussein. Hát Utána Tony Blair kiált, persze. már nem volt semmi se, de kiált és elmondta, hogy hát ilyen hazudtunk. Mi tudtuk, ilyen. hogy Tudtuk, hogy Saddam Husseinnek nem hogy Sincs semmi baj. Semmilyen nincs. Két ácskapocs volt a birtokában, amivel nehéz tömegpusztítást előidézni, de hát gondoltuk, hogy nem, behazudjuk, mert. Mert most éppen mi van? Ez volt a... és, és, az a tragédia, hogy Donald Trump, ez nem, hogy asszisztál, ennek nevékeny. Egy kicsit, egy kicsit ezt szállazzuk szét. Azért, nem Én azért nem azért nekem nem, nem, megvédem, de legalább megpróbálom a helyzetet értelmezni saját módon a Donald Trumpnak kezdettől fogva iszonyú gyűlölet vette körül a baloldali liberális körökből. Ezt ne vitassuk. Ó, ott antifa, olyan, egy-kettő. Egy Mindenáron áron rá akarták gyantázni, és még mindig nem fejezték be, hogy az oroszok segítették őket ehhez hozzá, sőt, azokat a szakértői köröket, akinek ehhez vélelmezhetően vagy ráfogva köze volt, már ízzet szólták. Na most tehát, mit csinálnak? Azt mondják, azt most már nem tudj, egy év eltett. Nem tudjuk megakadályozni, hogy nénét a Donaldot kipenderítsük. Mégiscsak gáz lenne valamilyen Kennedy-féle megoldás, van ma már egy kicsit... Pedig nézünk. biztos, hogy még a mai napig gondolkoznak. Gondolkodnak rajta, rajta. de azt mondja, van más megoldás is. Ennél hát rosszabb megoldás is van. Ennél rosszabb is. Toljunk rá bizonyos dolgokat, amikor nem tud más tenni, csak az oroszokat gyalulni azt is még delegáljuk ki például az angoloknak, ott van ez a mély hölgyemény, aki ugye rendkívül gyenge lábakon állott politikailag, az északíreknek a kezébe van az ő frakja, hát nem frakja van az ilyen hölgynek, mit tudom én milyen, tehát gyakorlatilag az meg bemegy be ebbe a skripál ügybe, ami szényleg a világ röhelye, hogy elmennek Angliába kinyírni valakit az oroszok, akit egyébként, ha akartak volna otthon, miután kiderült, hogy az ellenfélnek kémkedik, akár Mit el? na mindegy, mindent tehettek volna, nem, nekik ez a bonyolultabb út, jó? Na most a szírügy ugyanebbe megy bele. Ráadásul azért szerencsétlen Donald, azért erőködik ám, vegyük azért azt észre, hogy nagyon frankul le lett egyeztetve az, hogy csak véletlenül se essen oda egy rohadt rakéta se, ahol az oroszok spacíroznak, ahol ott vannak, ugye? És nem is esett oda rakéta. Azért ez ki lett dumálva valamilyen másik a csatornák. Szóval küzd az ember, egyrészt ezt nincs aláírom, politikai ezt, tapasztalata, aláírom. másrészt óriási erők, ha már nem tudják kicett akkor tolják abba az irányba, amit olyan nagyon nem szeret. Egy mondata, Laci, előtt. A... Ja, igen. Megint ugye, mert, mert most az a duma, hogy lebombázták Assad vegyi üzemeit, ahogy ja. gyár, ő gyártja a uh, Annyira, a vegyi hogy fegyvert. Már nem is belük semmit kiolvasni. Ő gyártja a vegyi fegyvert, amihez egyébként Amit Brüsszel nem szállítja nem a cuccot, van. igen, mint megtudtuk, és uh, odaáll, az ir, ir, uh, Szír TV odaállította ennek a lebombázott gyárnak a igazgatóját a romok mellé aki elmondta, hogy kérem szépen, vegyem már mindenki elő a józan eszét. Önök most tényleg azt hiszik, hogy ha mi itt idegmérget gyártunk, és ezt most lebombázták, akkor én meg a maguk stábja itt állunk a romokon és interjúzgatunk. Itt szívogatjuk befele a maradványt. Mindenki maradván. komplet hülye, mondta az igazgató úr. És milyen igaza volt? Igen. Jó, tehát az teljesen egyértelmű, hogy gátlás, de hát ezt láttuk 2003-ban is, tehát Iraknál, amit te is elmondtál, hogy, hogy még az ENSZ-ben is drámai módon, ugye Kalin Powell, az amerikai külügyminiszter. Olyan tömegpusztító fegyverei vannak. Tehát az, hogy milyen gátlás, hanem inkább valóban az az elgondolkodtató, hogy azért a világ hát közvéleményét kezében tartó vélemény hatalom esélyt sem ad, tehát ebben, hogy milyen kegyetlenül működik, hogy esélyt sem ad arra, hogy legalább ezt elmondjuk, hogy hát de ember, hát azért most ezekből a példákból inkább az ellenkezője látszik kiderülni, és még azelőtt bombázni, mielőtt egy nyilvánvalóan csalásban és hazugságon tettenért birodalom, többször tettenért birodalomról van szó, akkor ezt talán érdemes lenne végigodni, ez az egyik dolog, hogy azért a globális vélemény hatalom itt láthatólag rendkül brutálisan, kegyetlenül letarolja a terepet, tehát szóhoz sem jutnak azok, akik azért legalább arra hívnak fel, hogy érdemes lenne elgondolkodni. A másik Trump uh, helyzete, igen, szóval valóban erről van szó, az életéért küzd, ez teljesen ez egyértelmű. Van. Azt sem zárható ki sajnos, ez már többszörös csavar az ügyön, de majd meglátjuk a, a négy éves periódus végén, vagy azt követően, milyen tapasztalatokon gondoltuk le, de én már azt sem tartom teljesen kizártnak, hogy valójában éppen azért döntött úgy lehet, hogy az utolsó pillanatban a globális vélemény hatalmi rendszer, hogy mégis Trump legyen az elnök, én változatlanul nem gondolom azt, hogy ilyen dolgokat csak úgy az amerikai népre bíznának, mert Trump esetében pontosan ez a megfélemlítettség és ez a beszorítottság adott esetben, szélsőséges esetben még olyan dolgokra is sokkal könnyebben és ellenállásmentesebben rávehető, mint amilyen Clinton lett volna. Clinton ugyanaz ő emberük, de egy dörzsölt gazember. Ilyen értelemben véve vele talán egyezkedni kellene bizonyos esetekben is, de Trump már láthatóak, hát miután néhány hónap alatt kilőtték az összes emberét mellőle, innentől kezdve olyan mért Hát kénytelen ben menekülni, persze, de olyan mértékben kénytelen menekülni, hogy sajnos innentől kezdve nincs olyan dolog, ami. Úgy ne menekül, hogy bizonyos értékeket vele. megtart, mert azért a kereskedelmi, tehát ezek a vám, meg egyéb dolgok, az arra szól, mert, hogy az ő középosztály, így. akit beemelték szavazatilag, így. az azért etetve. Nem arról van szó, hogy nem drukkolunk neki, csak látni való, hogy olyan mértékben menekül, ami megnehezíti azt, Minden az esetre 2008-ban volt szerencsém körbeutazni egész Szíriát. Egy virágzó, békés, nyugodt országban utazgattam. Ahol Damaszkuszban, a Ramadán kellős közepén, a keresztény negyedben, az örmény kocsmában piáltunk, senki nem csesztetett minket. Miért tettem? A keresztény emlékhelyekre arab, angolul beszélő idegenvezetők vittek el, és nagy tisztelettel mesélték el nekünk, hogy éppen hol vagyunk. Ehelyett jött iszlámállam, lefejezés, iszonyat, romokba minden, és akik az egészet csinálták innen, a liberális patkányok, azok ennek tapsikolnak, hogy ez most milyen klasz. Na, ezt kell összerakni majd mindenkinek fejben. Híradó következik, úgyhogy nagyon messzire nem menjenek. Velünk pedig a szokott időben jövő héten találkoznak. Viszontlátásra.